Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen, a barlangból jön. Menjünk, bekeressük meg, kisír. Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban. Nem találom a kiáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba? Sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi. Majd mi megmutatjuk az utat a házikódhoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeülelkeztek ilyettükben. A következő pillanatban egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát, és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnyapók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam, csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kiáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kijáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangunkba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenyegumóból, kerekei faágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, ó házikom, hazahoztatok engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat.
bogyó és babóca, két jó barát kalandja. A homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre homokvárat építeni. Nézzétek, egy hatalmas dinnye, kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A négy barát körbeülte a dinnyedarabokat, és nekiláttak. Falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni! Kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, Babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak négy dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé. Hurrá, vitorlázunk! Kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten. Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze, gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány! Kiáltott vidáman Babóca. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Társasjáték. Egy tavaszi napon Bogyó társasjátékot játszott Pihével a dombtetőn. A táblán hosszú út kanyargott az egértől a sajt darabig. Az nyer, akinek előbb érkezik a bábúja a sajthoz, magyarázta a lepkelány.
A játékot Bogyó kezdte, dobott és lépett. Aztán Pihe következett, dobott és lépett. Nyertem, kiáltott fel a csigafiú, amikor a bábúja elérte a sajt darabkát. Jó, nyertél, játszunk még egyet, javasolta Pihe. A második kört is Bogyó nyerte. Nyertem, nyertem, megint én vagyok a győztes, büszkélkedett a csigafiú. Játszunk még egyet. Újra neki kezdtek. A harmadik körben Pihe ért előbb a célba. Nyertem, Bogyó, most végre én vagyok a győztes, jelentette ki elégedetten a lepkelány. Bogyó ekkor elfordult, behúzódott a fenyő alá, és úgy dobott a dobókockával, hogy Pihe ne lássa. Hatos dobtam, mondta büszkén, de Pihe rászólt. Nem ér, Bogyó, úgy dobj, hogy én is lássam. Nem. De, dobj újra, Bogyó. A csigafiú végül újat dobott. A dobókocka most kettest mutatott. Bogyó lemaradt, és ezt a kört is Pihe nyerte. Nem ér, én akarok győzni, ez csalás. De Bogyó, a társas játéknak éppen ez a lényege. Egyszer az egyik nyer, másszor a másik. Nem lehetsz mindig győztes. De igen, mindig győztes akarok lenni. Tombolt Bogyó, és mérgében földhöz vágta a játékot. Hát jó, akkor játsz egyedül, szólt a lepkelány, és faképnél hagyta a csigát. Jobb is lesz egyedül, mondta Bogyó. Dobott a dobókockával, aztán lépett, újra dobott és újra lépett, és sorra minden kört megnyert. De így hamar elunta a játékot. Maga mellé ültette a játékmaciát, de a maci sem volt izgalmas ellenfél. Végül Bogyó elindult, hogy megkeresse Pihét. Nem jó egyedül, gondolta bánatosan. A lepkelány éppen Babócával, Gömbivel és Baltazárral kártyázott a réten. Beállhatok? Kérdezte félénken Bogyó. Hát, tudod, Bogyó, ha beállsz, nem biztos, hogy te nyersz, és nem szeretném, ha a kártyát is földhöz vágnád. Pihe végül utána kiáltott. Bogyó, beállhatsz, de csak ha megígéred, hogy nem leszel dühös, ha nem te nyersz. Jól van, na! Egyezett bele Bogyó, és már szaladt is a többiekhez. Sötétedésig kártyáztak együtt. Egyszer Bogyó nyert, máskor Pihe, de Gömbi, Baltazár és Babóca is nyertek egy-egy kört. Bogyó boldog volt, hogy együtt játszhat a barátaival, és már nem volt dühös, ha nem ő nyert. Egyszer csak arra repült Vendel a szarvasbogár, és lekiáltotta magasból. Nézzétek, faragtam nyárs rudakat, gyertek, rakjunk tüzet, süssünk almát! Ez az ötlet mindenkinek tetszett. Eljött Döme, a krumplibogár is. Az almákat felszeletelték, felhúzták a nyársakra, és amikor a tűzből már csak parázs maradt, sütni kezdték a gyümölcsöt. Megsütötték és elmajszolták az összes almakarikát. Bogyó az utolsó almakarikáját Pihének adta. Nagyon szeretett volna mondani valami kedveset a lepkelánynak, de végül csak így szólt. Tessék, neked adom! Amikor elfogyott az alma, belemártották nyársaikat a parázsba, és a világító végű botokkal mintákat rajzoltak a sötét égboltra.